Hosszú ideje jelent problémát a Sátoraljaújhely város északi részén elhelyezkedő utcákban, mint a Pázsit, Hásfa vagy éppen a Szív utca környékén a csapadék és a belvíz elvezetése. Most egy komplex beruházás keretében ezt a problémát oldják meg. Stábunk ott járt, akkor már jól látszott, hogyan is fog kinézni az elvezető árok két oldala, ugyanis az egyik már el is készült. A Hásfa utca végétől oldódik meg a vízelvezetés problémája, és nem csak az utca végét, hanem egészen 600 méteren a Pázsit útig kipucolásra kerül, kitisztításra kerül az árok. Ez egy profilozás, teljes egészében a két oldalnak a szárzúzása, majd a földnek az elterítése. Tehát én bízom benne, és látszik most a munkálatok elején már, hogy nagyon jól dolgozik a vállalkozó, és itt a vízelvezetés problémái megoldódnak. Korábban is karbantartották rendszeresen a vízelvezető árkot, azonban a mostani komoly munkálatok már átfogó megoldást fognak jelenteni a problémára, mondta el a városrész önkormányzati képviselője. Mindig volt részleges tisztítás. A városellátó szervezet végzett részleges tisztítást, de ez kevés volt. Tehát most látszik az, amikor a munkák elkezdődtek, hogy ez a teljes profilmélyítés a földnek elvitele, illetve szükség szerinti terítése az a végleges megoldás, illetve hát ez ahhoz, hogy 600 méteren sikerül így kipucolni, ez adja meg azt a végleges vízelvezetést, hogy tényleg elvezetésre kerül a víz, és nem csak egy szakaszon egy részleges probléma oldódik meg. Ez a beruházás a környéken lévő utcákban élők életét biztonságosabbá fogja tenni, hiszen jobban védve lesznek a vizesedés elől, vélik a kivitelező szakemberek. Ezen felül az itt lévő illegális hulladék és építési törmelék halmokat is felszámolják majd, tette hozzá Sebes Péter önkormányzati képviselő.